November 23-án helyezték el annak a helyi termékek piacának az alapkövét, amelyre Papos önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretében 52 millió forint összegű pályázatot nyert. A településen rendkívül fontos ez a beruházás, hiszen helyi termelők, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók és fiatal gazdák piacra jutását fogja majd segíteni. A tervek szerint a piacot két helyszínen alakítják ki, ahol csomagolóüzem, parkoló, üzlethelyiségek és árusító pavilonok kapnak helyet, de további közösségi terek kialakítását is tervezik. Több pályázatunk is van folyamatban, illetve azoknak a megvalósítása. Vannak olyanok, amik most elbírálás alatt vannak. Ami fontos, és 2018-ban átadásra is kerül az a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül ugye egy helyi termékeket piacra segítő pályázat, ami magában foglalja egy épület felújítását, illetve piactér kialakítását. A másik, ami folyamatban is 2018 elején várható az átadása, az pedig egy vidékfejlesztési program. Itt ezen belül egy papos, egy közösségi tér kialakítása lesz az egyik helyi ingatlanunkban, önkormányzati ingatlanunkban, illetve egy játszótér és egy kondipark lesz még a másik rész, ami megvalósult itt most. 2018-ban még számos további pályázat megvalósulásában bízik a paposi önkormányzat. Kulturális, mezőgazdasági és útépítési fejlesztések is szerepelnek a tervek között. Vannak beadva pályázataink, EFOP, azon kívül van kulturális alapnál folyamatban lévő pályázat. Van még egy VP-s pályázatunk, ami nagyon fontos lenne, hiszen zsáktelepülés vagyunk, és egy külterületi utas pályázatunk van beadva, ami Vaja felé nyitná a településünket, és így lenne átmenő forgalmunk. Ezen belül itt még van egy második rész, ami egy erőgépet és egy grédert tartalmaz, ami nagyban megkönnyíteni a mezőgazdaság útjaink rendbetételét. Tehát ez is nagyon fontos lenne, hogy nyerjen. Hát bízunk benne, hogy ez is meg fog valósulni a 2018-as év vége felé. Egyelőre azonban a helyi termékek piacának kialakítására összpontosítanak Paposon, mivel a polgármester véleménye szerint ennek nem csak a település fejlődésében van kulcsfontosságú szerepe, hanem a minőségi, megbízható forrásból származó élelmiszerekkel a lakosság egészséges életvitelének kialakításához is hozzájárulhatnak.